hogy a mi által jutunk el oda, ahova szeretnénk, és hát ugye a sport az, az megtanít nagyon sok mindenre. Ugye Alinak volt egy nagyon fontos mondás, ami, ami majdnem minden boxerben ki van írva, hogy, hogy nem az a probléma, hogyha padlóra kerülünk a ringben és az életben, hanem az, hogyha ott is maradunk. Tehát, hogyha kiütnek és felállsz és visszatérsz, akkor férfi vagy, és ugyanúgy az életben is. Hogy ezt a ringben megtanulod, akkor nagy valószínűség az életben is meg tudod csinálni, hogy, hogy felállsz és fölkelsz, hogy a padlón vagy. Mennyi versenyző volt az alapnevezésen? Hány induló? 135 versenyző nevezett, ez nem túl sok sajnos. Hát azért kevésnek sem mondható. Hát ahhoz képest, hogy 20 súlycsoport van, az ahhoz képest nem túl sok. Miért fontos, hogy ennyire el vannak aprózva a súlycsoportok? Mert azért itt viszonylag kevés különbségek vannak. Ugye most 42 kilóra, például 43 kilóra ugrunk fel. Hát ez már gyerekkorunk óta, tehát már amióta ugye box, és ugye kialakult lassan, ugye mert ugye nem volt mindig utánpótlás verseny. Ezeket is szépen kialakították, és mi hogy itt még nagyon szembetűnő, ha 2 kilogrammal is több az ellenfél, úgyhogy nagyon elosztották így ezeket, hogy ne legyen olyan túlerő, úgymond, hogy... Tehát ezzel is védik a sportolót tulajdonképpen. Igen, tehát nagyon sokat számít meg ebben a súlycsoportban 1-2 kilogramm. Közben piros sarokban Németh Gergő, kékben pedig Lőrinc Róbert. Őket folyamatosan figyeltem, mert mind a kettő nagyon ügyes tecsik, és különösen Lőrinc Gergő, aki nekem nagyon tetszett, nagyon jó megoldásokat csinált, és kíváncsi vagyok most a döntőben, hogyan tudja ezeket alkalmazni egy jobb versenyző ellen, akit Németh Gergőnek hívnak. Mennyire maradnak meg ezek a fiatal versenyzők a rendszerben? Tehát, mert ugye ezt lehet hallani egy csomó sportágban, hogy még elkezdik, aztán eltünedeznek, aztán majd visszajönnek. Ez nálatok hogy alakul? Hát ez ugyanúgy tettem. A morzsoldás, ezt, hogyha én nem foglalkoztam még ezzel, de szerintem, hogyha évekre visszavetítjük és megnézzük, hogy ki maradt meg, akkor 1%-os arányt mindenképpen ki lehet mutatni erre. Sajnos ilyen-olyan okok miatt elég nagy a lemorzsolódás. Különösen 18 éves kor után, amikor már el kell menni dolgozni, és kevesen tudnak megélni a magával abból, hogy sportolnak. Az még igazából nincs kidolgozva, megtervezve. Ugye annak idején nekünk, ugye még a régi rendszerben könnyű dolgunk volt, ugye sportolásba kerültünk, és jó, egy fizetést kaptunk, ugye akár a Honvédnél, akár az Újpestnél, ahol ugye BMS-ek voltak, ugye, vagy HMS-ek voltunk, és a seregtől kaptuk a fizetést. Hát ilyen sportállásban voltatok akkor. Jelenleg a toborzásnál milyen eszközöket alkalmazkodtok? Mert ugye, hogyha oda megyünk egy szülőhöz 2017-ben, megkérdezett, hogy milyen sportra adnál, én úgy látom, hogy egyre kevesebben adják eleve küzdő sportolni a gyermekeiket, mert ugye féltik értelem szerint ugye az anyukák a gyerekeket. Mit mondtok ilyenkor nekik, hogy kedves anyuka, engedje a gyereket boxolni, mert? Hát ez változó, tehát vannak ugye olyanok, hogy ugye én most nem vagyok gyakorló edző ilyen szinten, hanem csak a válogatottakkal foglalkozom, akik oda kerülnek a válogatotthoz, és de sok klubot látogatok, hogy lássam, hogy milyen munkák vannak, és lássam, hogyan toboroznak. A Kőbányán volt egy nagyon jó kezdeményezés, ahol a szomszédos Szent László iskolába átmentek a ökölvóedzők, és akkor megbeszéltek az iskolába, hogy minden nap egy tornaóra, az boxedzés lesz, és nagyon jó, és rengeteg gyerek jött át onnan. Egy másik teremből viszont meg volt egy olyan kisrác, akinek a szülei ugye nem engedték a gyereket, és titokba járt edzésre. Na, csibész. És ő egyébként milyen eredményeket ér el, ha már így szóba hoztad? Hát ő még nagyon a kezdetén van, úgyhogy... Na, reméljük, hallunk majd róla valamelyik magyar bajnokságon. Igen. Ja, most kezd egy kicsit Lőrinc Gergő fölénybe kerülni. Már igen, sok ütés kap be ő is. Igen, szépen ellépdel az ütések után.
amit az előbb beszéltem, tehát a magyar bajnoki döntő egy kicsit rányomja a bélyegét a stílusukra, kicsit nem úgy boxolnak, mint az első nap. Már egyrészt ugye a szombat délelőtt se egy igazából egy olyan időpont, amit ugye megszoktak. Általában délutánra van kihegyezve, hogy edzéseken vannak. És ugye nagy körítés van, ugye bemutatás, himnusz, hát megvan adva a módja annak, hogy egy magyar bajnoki döntő az olyan legyen, csak ezt nem mindenki tudja lelkileg úgy kezelni, és lehet, hogy egy kicsit a teljesítménynek a rovására meg izgulósabbak, nem olyan gyorsak, nem úgy védekeznek, ahogy szoktak, vagy nem úgy ütnek, sok minden közel játszik. Ez hát saját magam példájából azért ez egy olyan teljesítmény, ahol meg kell mutatni azt, hogy én vagyok a jobb, és ugye izgulhatunk, hogy esetleg a másik lesz a jobb, és ugye ki akar győzni, természetesen én akarok győzni. Senki nem megy, úgyhogy na most akkor engedem a másikat. Tehát ilyen nincs. És ez egy kicsit ugye, hogy mondjam, talán izgulósabbá teszi a versenyt, meg nyomasztóbbá teszi magát az egész eseményt. Hát igen, meg azért ez a másfél perc, ez nem egy hosszú menetidő. Tehát meg kell mutatni gyorsan, hogy mit tud a másik ellen. És mind a kettőt keményen előre küldték. És most Gergő jól talált. És jól mozog lábon Gergő. Nagyon jó ez a ilyen balfölütésszerű beugrás, ilyen kezdésnek így kiemeli az ellenfélfejét és ráhúz a jobb kezet. Ezt nagyon jól megtanították neki és nagyon jól csinálja. És jól is áll neki, tehát egy kicsit igen. Ilyen... Látványos, mégis ilyen lazás. Viszont és hatékony. Igen, és hatékony, nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Ugye ez megint felvet egy ilyen kis tanulmányozási, meg értelmezési dolgot, hogy ugye a kezünk ugye fönn van, és akkor tehát igazából a figyelem onnan az ellenfélnek a szeme. És hogyha azon kívül, tehát periférikusan nem lehet látni a kesztyűtől, hogy alulról jön egy ütés. Igen, és komoly lábcseleket igen. Mutat be és mellette. Ezért nagyon, nagyon fontosak, hogy fejre felütések, mert nagyon nehezen lehet észrevenni. Utolsó 10 másodperc. És egy utolsó jobban búcsúzik Lőricz Gergő. Most mint egy jó mérkőzést láthatunk. Tehát valószínű, hogy ő meg is nyerte most, ez így nagy magabiztossággal kijelenthető. Lőricz Róbert, rosszul mondtam, Németh Gergő a vecsése. Te a kék sarokat látod jobbnak? Igen.